Üdvözlöm kedves nézőinket, Önök a Sípszótán című sportmagazinunkat láthatják. Immár második alkalommal utaztak el Hallgit a fürdőre kalocsai gyerekek síelni. Sajnos a tavalyi évben elmaradt, és idén se utazhatott mindenki. Remek hangulatban telt a sítábor a gyerekek számára. 5 napon keresztül élvezhették Hargit a fürdő Hófötte domboldalait. Ez volt a második sítáborunk, harmadik lett volna ugye, de a járvány miatt a tavalyit el kellett halasztanunk. Azt mondom, hogy nagyon-nagyon jól sikerült, mindannak ellenére, hogy oltáshoz kötött volt a kiutazás. 19-en utaztunk Erdélybe. Ha neked van az oltás, akkor biztos, hogy nagy busszal megyünk. A program az a tavaly előtti program volt, ugye ragaszkodunk ahhoz, hogy akik kezdők, azok sióktatókkal napi 3 óránt, tehát 3 órát oktatásban vegyenek részt, ez 3 napon keresztül, tehát 9 óra oktatásban részesülnek a gyerekek. Idén ebből a 9-ből 12 óra lett, ugye napon 4 órát oktattuk őket, oktatták őt az oktatók, és tavaly előtti ez képest, egy nappal hosszabb is lett a sítúránk, 4 sínapból 5-öt terveztünk és valósítottunk meg, tehát így 7 napos volt az utazás. Én azt mondom, hogy rendkívül jól sikerült minden, hál' Istennek sérülésmentesen megúsztuk, hazajöttünk, aki kint volt, mindenki egy az egyben megtanult síelni, akik már tudtak és a tavaly előtti élményükkel jöttek, azok önállóan síeltek és nagyon szépen visszaemlékeztek és gyarapították a tudásukat. Tehát egy napunk az úgy nézett ki, hogy ugye megreggelizünk, és 10 órától 12-ig van egy oktatás, a tud az már szabadon síel, utána pedig egy bőséges ebéd, és 2-től 4-ig újból oktatásban vettek részt a tanulók, a többiek pedig szabadon sieltek 5 óráig. 5 órakor bementünk, fürdés, beszélgetés, kis telefonozás a mai világban, ugye ez az alap, és igazából nagyon más tevékenységre nem is nagyon volt szükség, mert ugye úgy elfáradunk egy ilyen sínap után, hogy vacsora után egy kis beszélgetés, és felnőtteknek volt egy kis fakultatív zeneest, ami nagyon jól sikerült az is, úgyhogy egy sztárt neveltünk ki a Hargitán. De azt mondom, hogy rendkívül jó program volt, és jól sikerült minden. Több más programra is gondoltak a szervezők, de arra döntésre jutottak, hogy a síelési élményétől jobbat úgysem nyújthatnak a fiatalok számára. Terveztük a korcsolyázást, ugye van egy nagyon szép korcsolyapálya Hargita fürdőn. Sajnos azokban a napokban, amikor lehetőségünk lett volna, eléggé megolvadt a jég, és nem nyitott ki a korcsolyapálya. Pénteken estére viszont lehetett volna korcsolyázni, de akkor meg egy síverseny, egy helyi síverseny volt. A Magyar Pálos Rendnek van egy síverseny, amit minden évben megrendez, és azon mi részt vettünk, egyezetben beneveztük a gyerekeinket, mindenki részt vett a versenyen, mindenki lecsúszott a kijelölt pályán, mindenki sikerrel teljesítette, kaput nem tévesztett, úgyhogy megdicsérték őket, és mindenki oklevélben meg éremdíjazásban részesült. Terveztünk egy jégkorongmeccs látogatást, de tulajdonképpen fáradtság miatt és egyéb dolgok miatt nem tudtunk lemenni. Ez mellett lehetett volna egy fürdés lehetőség, de úgy döntöttünk, hogy nem veszünk el egy sínapot, vagy egy sídélutánt. Mindenki nagyon be volt zsongva, szépek voltak a pályák, szép volt az időjárás, jó volt a körülmény. Azért nem akartunk egy sídélutánt, vagy egész sínapot eltölteni, cserélni egy fürdéssel. Úgyhogy tulajdonképpen ennyi volt. A gyerekeknek milyen volt a visszajelzése? Tetszett nekik az esemény, és esetleg a következőre is jönnének? Tehát igen, amint láttuk, hogy többen visszajöttek a tavaly előtti brigádból, és ahogy a visszajelzéseket is észleltem, nagyon-nagyon tetszett mindenkinek. Nagyon sokan, mindenki azt mondta, jövőre is jönnek, ez nem kizárt, tehát nem kérdés, hogy jönnek jövőre. Amikor megálltunk Kalocsán a visszaérkezésünkről, akkor nagyon sok szülő mondta, hogy de jövőre számoljunk, hogy ők is jönnek, meg hát barátokkal is jönnének. Volt olyan szülő, aki azt mondta, hogy nem is érti, hogy eddig miért nem küldte a gyerekét. Úgyhogy én úgy érzem, hogy jövőre, ha az oltás, nem az oltás, hanem a járványhelyzet megengedi, akkor nagy busszal megyünk biztos, és megtöltjük a panziót. Az alap bázisunk az a Hargitafürdő Úsz Bence panzió. Ez egy nagyon jó bevált kis hely nekünk, itt jól érezzük magunkat. Terveztünk, és a tavaly előtt ugye a Madarasi Hargitára látogattunk egy nap. Idén viszont ezt azért nem tettük, mert annyira jó volt a hóviszony, és minden pálya működött Hargitafürdőn,
hogy nem akartunk utazni, nem akartunk egy, ugye a Hargitaföldről Madaras Hargitára följutni ilyen téli viszonyokban, hólánc meg egyéb viszontagságok közepette föl kell készülni, ezért nem akartunk egy napot ezzel tölteni, és azt mondtuk, hogy maradunk helyben. Jövőre viszont megígértem a csapatnak, hogy egy nap elviszem őket a Madarasi Hargitára is, mert az is egy különleges hely, rendkívüli hely, látni kell azt is. Jövőre a tervek szerint ismét meg szeretnék szervezni ezt a kirándulást. Részletekkel még nem tudott Buzogány Szabolcs szolgálni, de az biztos, hogy aki részt vesz az eseményen, egy életre szóló élményben lesz része. Elkezdődött a szezon a KKC-GUKC Egyesülés számára is. Buzogány Szabolcs edzőt kérdeztük az őszi szezonról és a tavaszi szezonról. Az ifjúsági bajnokságban szinte hibátlanul szerepelnek. A prioritás a megye egyes bajnokság. Kezdjük akkor az ifjú bajnoksággal. Ugye mindig azt mondtam, hogy nem ismertem ezt a bajnokságot. Így az elején leszögezném, hogy azért tudni kell, hogy itt azért sok olyan csapat van, akiket elindítottak a kötelező NB2 ifit játszani, és ezért én azt mondom, hogy a bajnokság nem egy erős bajnokság. Sajnos azt kell mondanom, hogy 3-4 jó meccsünk volt. Első helyen vagyunk, van egy pontveszteségünk, az is azért, mert nagyon vékony csapatot tudunk elutazni Nagyatádra. De mindemellett mi megtettünk mindent, hogy akármilyen osztályban indulunk, maximumot nyújtsuk, és nagyobb hangsúlyt fektetünk, vagyis nagyobb becsületben tartjuk a megyei bajnokságot, ahol igen-igen erős mezőny alakult ki, ami bizonyítja az is, hogy az elsőtől a hatodik helyezetig egy pont választja el a csapatokat. Nagyon erős harc lesz a négy közé jutásért. Itt igen rangos mérkőzéseket játszottunk, és ugye második helyen voltunk az őszi szezon után. Most úgy csúsztunk le az ötödik helyre, hogy ha megnyerjük az elmaradt meccsünket, akkor másodikak vagyunk. Tehát minden jól működik a fiúkkal. Most egy betegség hullám söpört végig rajtunk is, úgyhogy éppen a hétvégére készülünk Tiszakécska ellen, és elég gondban vagyok a csapat összeállítása véget, mert alapemberek hiányoznak, vagy reméljük, hogy már nem fognak hiányozni hétvégén, most még igen a mai nap. Jött a felkészülési időszak, az hogy sikerült? Hát a felkészülő időszak az úgy kezdődött, hogy a fiúk bejutottak a Dózsa iskolával a Diák Olimpia országos elődöntőjére, ezért azzal a 4-5 ember, akik a Dózsában járnak, elkezdtük már január 3-án, és így egy kicsit előnyt szereztünk azzal, hogy egy jó országos elődöntőt játszottunk a Balatonfüred és a Székesfehérvár ellen január elején. Mi onnantól kezdve folytatjuk, és megállás nélkül készülünk, heti 3 edzéssel, pár fiú jár a felnőtthöz és a KKC-hez, ők 4 edzéssel, és már le is játsztunk egy elmaradt meccsünket Lajos Mizsén. Úgyhogy mi folyamatosan munkában vagyunk, edzünk, készülünk a bajnokságra. Elkezdődött a tavaszi szezon is. Az elvárásokról kérdeztük az edzőt. Elsősorban azt várom, hogy a létszámunk az valahogy állandósuljon, mert ugye ezt tudni kell, hogy vagyunk 15-en a papíron, de abból 6-7 ember már vidéken tanul, Budapesten tanul, Gödöllön tanul, és elég nehéz őket úgy összehozni hétvégére. Ez a legfontosabb, hogy a létszám az évvégén is megmaradjon. Az elvárásaink a jó mérkőzések és a fejlődés a kézilabdában. Eddig megvoltak ezek a dolgaink, most a betegség hullám miatt valahogy újra össze kellene állnunk, azon vagyunk. Más csapat is így van ezzel, úgyhogy ez a szezon ilyen. Egyéb elvárások igazából a jövő évre tekintve, ugye most már a jövő év felé tekintgetünk. Nekünk egy osztályt szeretnénk lépni, egy följebb szeretnénk lépni, jövőre már U20 lesz, tehát nem ifjúságinak nevezik, hanem U20. Tehát a felnőtt bajnokság alatt lévő első utánpótlás az az U20, és ott szeretnénk a másodosztályt megcélozni. Fel is jogosít minket az, hogy most első helyen vagyunk, és talán reméljük, hogy meg tudjuk nyerni a bajnokságot, viszont az lesz a kérdésünk, hogy hány emberrel, mert ugye általában itt létszám kötelezettség van, tehát hogyha előírja a kézilabda szövetség, hogy 14 ember kell, vagy 12 minden mérkőzésen, ha nem pontlevonás lesz, akkor erre is föl kell készülnünk. Úgyhogy ez egy feladat a jövőre nézve, hogy hány embert tudunk effektíve kispadra leültetni majd szeptembertől. Úgyhogy nyáron ezzel is foglalkoznunk kell. Említette, hogy pár gyerek jár már a KKC felnőtt gárdájához edzeni. Velük mi a terv? Esetlegesen, hogyha szüksége van a felnőtt csapatra, akkor át is tudják adni őket?
Természetesen az a célunk, hogy a felnőtt csapatnak adjuk a játékosokat. Itt Kalocsán van egy jó maga, kalocsai maga felnőtt csapatban, és kiegészülve ezekkel a fiatalokkal jó kalocsai NB2-es csapatot lehetne kalocsai játékosokból építeni. Nyilván meglátjuk, hogy milyen szerepet szán neki a felnőtt csapat majd nekik akár most a következő fél évtől vagy szeptembertől. Ennek függvényében látjuk, hogy milyen szerepet kapnak ott, tehát el tudjuk dönteni, hogy mennyire használjuk őket az ifjúsági bajnokságban vagy a megyei bajnokságban. Tehát itt azért szoros összemunkálkodás, szoros közös döntés és közös együttműködésnek kell születnie ahhoz, hogy túl se terheljük a gyerekeket, de azért megkapják azt a terhelést, amit szükségeltetik nekik. Ugye van itt 3, 4, 5, 6, 7, azt mondom, igen, jó reménységű gyerek, őket játszatni kell. Ez is a jövő dolga, ez is egy feladat, ehhez is azért én azt mondom, hogy komoly megbeszélés és komoly elhatározás kell. Meghívtuk stúdiónkba Hamzok Józsefet, a KUSE birkózó szakosztályának edzőjét, hogy értékelje a felkészülési időszakot és az év első versenyét. 2 versenyző vett részt a területi bajnokságon. Remek eredménnyel zárták mind a felkészülési időszakot, mind az első versenyt. Az év első versenye volt, ami a területi bajnoksággal kezdődik általában a Diák 1-es és a Diák 2-es korcsoportnak. Mi nálunk 2 Diák 1-es versenyző vett részt ezen a területi bajnokságon, ahol közel 250 versenyző volt. Természetesen a miénk a legnagyobb régió, ami azt mondhatom, hogy a legerősebb is egyben. És hát Gál Vilmossal kezelném ezt az egész versenyt, ugyanis mivel ő a kisebb súlycsoportú, és egy évvel fiatalabb, mint a Kálóczi Rihárd, ő most került a Diák 2-ből föl a Diák 1-be, és ő is följebb lépett a súlycsoporttal, tehát 42 kilóba birkozott, és most már 46 kilóba birkozik a Vilmos. Azt mondhatom, hogy 10 versenyző volt az ő súlycsoportjában. Nagyon szépen birkozott, nagyon szépen tudatosan készült a versenyre, és azt hiszem, hogy a döntőbe jutásig, mivel hogy előtte héten még szegénykém egy kicsikét meg volt fázva, betegeskedett otthon, de annak ellenére nagyon-nagyon szépen hozta magát. Hogy készültetek a versenyre? Nehézkesen tudtuk elkezdeni a felkészülést, mivel hogy az iskolákból ugye már a Covid véget hazaküldték a gyerekeket. Itt kezdeném természetesen a Vilmossal. Ő 3-szor küldték az iskolából őket, az ő iskolatársait, és azt hiszem, hogy 5 napon keresztül folyamatosan szegénykémnek 3 alkalommal kellett otthon maradnia, tehát a szülők se engedték edzésekre, úgyhogy nagyon nehezen tudtuk elkezdeni az edzést. A másik gyerek azt tulajdonképpen végig tudott jönni, mert neki nem volt ilyen probléma az iskolába. Visszatérnék a Vilmosra, hogy a Vilmos ugyebár nagyon nagy önbizalommal indult ezen a versenyen el, mert ugye tavaly évet nagyon-nagyon szépen zárt, a Diák Olimpiája 3. lett, és most idén összekerült egy olyan versenyzővel a döntőben, egy kislány volt a döntős, aki 3-szoros országos bajnok, Diós Győri kislány. A fiúkat teljesen háttérbe szorította, tehát egyszerűen nem tudtak semmit csinálni a kislánya, nagyon ügyesen birkozott, nagyon szépen fölkészült erre a versenyre ő is, és a Vilmos a döntőbe. Azt hiszem, hogy fölülmúlta önmagát is, mert idősebb is ez a kislány, mint ő, nehezebb is volt a kislány, mint ő, pedig hát súlycsoportnak kell, hogy legyen, de viszont azt láttuk, hogy a kislány elég szerintem 2-3 kilót is visszafőtt erre 46 kilóra. És a Vilmos most nagyon taktikusan betartotta a taktikát, és meg tudta verni ezt a kislányt a döntőbe, úgyhogy megnyerte a versenyt. Súlycsoport lépésnél sok minden változik a birkózásban is. Tapasztalatlanul állnak már a rutinosnak számító versenyzőkkel szemben. Érezni lehetett, hogy mondtam is, hogy a Vilmos beteg volt, tehát nehézkes volt a menetelése, de minden meccsét simán hozott. Igenis, látszott a súlykülönbség azért köztük, tehát ő volt a legkisebb a súlycsoportban. Annak ellenére, hogy ő volt a legkisebb a súlycsoportban, én azt hiszem, hogy ő erőle is megállt a helyét, mivel az alapozást azt végig tudta csinálni elég jól, hála Istennek, nem befolyásolta annyira a Covid-ot, és azt hiszem, hogy most igazából beleerősödött ebben 46 kilóban, én azt mondom. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy eltettek az ünnepek, hogy sikerült elkezdeni újra az alapozást, és milyen iramba haladtatok? Hát, ahogy mondtam is, elég jól sikerült az alapozásunk. Bízom benne, hogy nem lesz olyan visszaütő a gyerekeknek, hogy korán kezdtük az alapozást. Mi korábban elkezdtük az alapozást a kelleténél, mi már december közepétől elkezdtük az alapozást, hogy vége voltak a versenyidőszakoknak, természetesen évzárunk volt, és mi rögtön is kezdtük az alapozást.
Nehézkesen indult, mert ugyebár nem nagyon akarták, a gyerekek kevés volt a pihenő, de az a nagy harcért, hogy nekünk nagyon korán kezdődik a területi bajnokságunk, és ami nagyon fontos, hogy bejussunk az országosra, és nekünk korábban el kell kezdenünk mindig az alapozást. Hát sikerült, hála Istennek, elég jó létszámmal is voltunk, végig tudtunk mindent venni, meg tudtuk csinálni ezeket a munkákat, amik kellnek a mi sportágunkhoz. Az erőálló képességet fejlesztettük, természetesen rengeteg futás volt mellette, úgyhogy ezek mind sikerültek, és hála Istennek nem vagyunk hátrányban senkivel sem. Mit vársz egyelőre így az év elején, az évtől? Így egy vége már lassan az alapozásnak, nyilván megkezdődtek a versenyek. Mit vársz az évtől? Hát bízom benne, hogy az utánpótlásban a diák egyes korcsoportomban, diák kettőben sajnos nem tudtam indítani még versenyzőt. Bízom, azok még nagyon-nagyon kezdők, és őket nem tudtam erre a versenyre elvinni, tehát nekik egy kisebb versenyre kell kezdeni. Reménykedek abban, hogy a diák egyben, a Káló Cili Hád is természetesen akkor tette magát, ő is följebb került a súlycsoporttal, tavaly még 46 kilóba birkozott, idén már 50 kilóba birkozott, és úgy vettem észre, hogy ő is kezd beleerősödni az 50 kilóba, és természetesen ő most harmadik lett ezen a területi bajnokságon, úgyhogy ő is bejutott az országos bajnokságra. A nagyobb korosztályról csak annyit szeretnék mondani, hogy a kadétok és a serdlők, azok mindegyik szinte ott volt a alapozáson, ők is meg tudták csinálni, és hát többé-kevésbé bízom benne, hogy ők is oda fognak tudni érni az élmezőnybe. Nem várok nagy csodát, mert ugyebár sajnos a Zsemberi Herman kivált most itt tőlünk, a Kimbába edz, tehát ő nem velünk alapozott, nem velünk csinálta meg a felkészülést, és sokkal komolyabb felkészülésem esett át. Hát Hajnal László, aki szintén kadét korosztályú, súlycsoportja alapján bízom benne, hogy ő is azért a dobogóra föl tud állni. A nagyobb korosztály, ugyebár van két junior versenyzőm, akiből sajnos az egyik az el fog már menni tőlünk, mivel egy fogadott gyermek volt itt Kalocsán, és mivel elvégzi az iskolát, ő úgy néz ki, hogy áprilisban, májusban el fog innen menni. Sajnálom nagyon, mert pont most ért el azt a súlycsoportot, amivel tudtam volna versenyeztetni őt. Ez volt a legnagyobb problémák, hogy ő nem tudott versenyezni a junior korosztályban, meg kicsi volt a súlya. Most elérte erre az időszakra a súlycsoportot, most tudná versenyezni, de sajnos nem tudom, mert ő el fog menni innen. Kitértünk pár gondolatban Zsemberi Hermanra, aki a felkészülést nem Kalocsán kezdte meg. Ugyanúgy kalocsai színekbe hozza az eredményeket, tehát kettős igazolással van a Kimbába, tehát oda is visz pontot, és ide is hozza a kusénak. Hát nagyon nem tudom követni Hermannak az edzéseit, csak a Facebookra, amit látok, meg amit beszélek az edzőjükkel. Én szerintem nagyon-nagyon komoly felkészülés van ott, és látom is, ugyebár vannak az igazság, hogy majdnem felnőtt szintű felkészülés van náluk. Sajnos ennek oka is van, vagy problémája is van, mert ugyebár sok a sérült versenyző volt. Hát hála Istennek a Herman ebben nem esett bele, elég szépen meg tudta csinálni a felkészülés. Egy pici sérülésünk volt, ami futás közben kiment a bokája, egy kicsit beszakadt a szallag neki, de részleges szallagszakadása volt, ami egy hónap csak felsőtesti erősítést vett igénybe, tehát futni meg ezeket nem tudta abban az időszakban megcsinálni, de azt hiszem, hogy nincs lemaradva egyiktől se, és bízom benne, hogy teljes odaadással fogja oda tenni magát ezen a bajnoki válogatón. Várják az év folytatását és a többi fordulót. Hétvégén nagy esemény vár a birkózókra. Most ugyebár leszek az országos bajnokságok, viszont hétvégén indulunk a kadettakkal a Európa bajnoki válogatóra, ahol Zsemberi Herman és Hajnal László fog részt venni. Hát ez egy nagyon-nagyon rangos verseny, ugyebár itt válogatottak ott vannak, és bízom benne, hogy a Zsemberi Herman ott azért be fog ütni a válogatottságba, és Európa bajnokságban fog tudni részt venni szabadfogásban. Most ugyebár a Herman úgy került oda a Kimbába, hogy ő kötött fogást szeretne birkózni, hát lehet, hogy lesz egy kis affér a válogatott edzőkkel, a kimbai válogatott edzőkkel, mivel hogy a Herman szabadfogásban fog most részt venni, és neki kötött fogásba kellene. De úgy veszük észre, hogy a szabadfogásban neki most nagyobb esélye van kijutni az Európában, és ennyit a kötött fogásba. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, legközelebb egy hét múlva találkozunk. Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!